munkának. Jó napot kívánok, tiszteletlődés uraim! A 2015-ös év kérhetően utolsó képviselőtestület ülésén nagy tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület tagjait, dr. Czap Enikő aljegyzőasszonyt, a hivatal munkatársait, meghívott kedves vendégeinket és a televízió nézőket. A jelenlegi alapján megállapítom, hogy jelen van 9 képviselő, távolmaradását bejelentette Gyurcsek János alpolgármester úr és Nagy János képviselő úr. Az ülés határozatképes, az ülés megnyitom. Tisztelt képviselőtestület, indítványozom, hogy a testület a kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően tárgyalja meg a napirendeket, azzal a változtatással, hogy az alábbi pótnapirendek kerüljenek felvételre. Elsőként javaslom fölvenni javaslat a Karcagváros vízi közműveinek 2016-2030 évekre vonatkozó gördülőfejlesztési tervére. Második pótnapirendként javaslat az államháztartás körébe nem tartozó szervezetek pénzügyi támogatására. Aki a pótnapirendi pontok felvételével egyetért, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodás nélkül egy hangulat fogadtuk el. Van-e valakinek egy más napirendi ponti javaslata? Amennyiben nincs, a teljes napirendet teszem fel szavazásra, tudjuk támogatni, jelezzük, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Tisztelt jelenlévők, javaslom, hogy a 24-től 27-ig terjedő napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalja meg a képviselőtestület. Ezt tetszenek tudni támogatni, tessenek jelezni, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Tisztelt jelenlévők, felkérem dr. Czap Enikő aljegyzőasszonyt, hogy a két testületülés történt fontosabb eseményekről legyen kedves számot adni. November 26-án került sor az Én kis kertet kerteltem című országos gyermekrajzkiállítás megnyitójára az ifjúsági házban. Köszöntőt mondott Kovács Szilvia alpolgármesterasszony, a kiállítást megnyitotta Dobos László polgármester úr, a beérkezett pályamunkákat Györfi Sándor munkácsi és Mednyánszki díjas szobrász értékelte. November 27-én a KSE labdarúgó szakosztályának évvégi rendezvényén köszöntőt mondott Dobos László polgármester. November 28-án rendezte meg a Madarász Imre Egyesített Óvoda a 12. Ovi gálát a Dériné Kulturális Központban. Az ünnepi műsorban az intézmény valamennyi tagovodája bemutatkozott. Köszöntőt mondott Dobos László polgármester. A rendezvényen részt vette Kovács Szilvia alpolgármester, valamint Pánti Ildikó és Molnár Pál képviselők. November 28-án tartotta évzáró karácsonyi rendezvényét a Mozgássérültek Jász-Nagykun Szolnok megyei egyesületének karcagi csoportja. Köszöntőbeszédet mondott Kovács Szilvia alpolgármester asszony. November 29-én meggyújtottuk az első gyertyát a város adventi koszorúján. Ünnepi köszöntőt mondott Dobos László polgármester úr. A műsorban közreműködtek az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola magánének tanszakának növendékei. Az ünnepségen részt vettek Kovács Szilvia alpolgármester, valamint Pánti Ildikó és dr. Kanász Nagy László képviselők. November 30-án 10 éves jubileumi ünnepségét tartotta a Morgócsárdában a Karcagi Könyvtáros Tanárok Munkaközössége. A rendezvényen a zeneiskola magánének tanszakos diákjai adtak karácsonyi műsort. A jelenlévőket Dobos László polgármester köszöntötte, a képviselőtestületből jelen volt Pánti Ildikó. November 30-án került sor a Vöröskereszt szervezésében a Városi Véradó köszöntésére. A rendezvényt Dobos László polgármester nyitotta meg, az önkormányzatot Pánti Ildikó és Nagyné László Erzsébet képviselték. December 4-én rendezte meg a Varó István Szakiskola és Szakközépiskola a végzős tanulóinak szalagavató ünnepségét. A rendezvényen részt vett Pánti Ildikó képviselőasszony. December 4-én Találkozza Mikulással címmel jótékonysági Mikulás fotózásra várta a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár a családokat a Kossuth térre. A Mikulásnak átadott ajándékokat a rászoruló családoknak juttatták el a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ munkatársai. December 6-án a Dériné Kulturális Központ adventi játszóházat rendezett a Városi Sportcsarnokban.
Több mint 10 féle kézműves foglalkozás várta az érdeklődő gyerekeket. A jó hangulatról a Hold Virág duó gondoskodott. December 6-án adventi gyertyagyújtásra várták a zenekedvelőket a református templomban. Az Angyalok Kara című karácsonyi zenés műsort és a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola ünnepi műsorát láthatták a jelenlévők. Ünnepi köszöntőt mondott Koncz Tibor elnök lelkész. Karcagváros önkormányzatát Dobos László polgármester és Pánti Ildikó képviselő képviselte a rendezvényen. December 10-én a Budapesti Körúti Színház előadásában a Spanyolul Tudni Kell című vígjátékot láthatták a színházkedvelők a Dériné Kulturális Központban. December 11-én a Dériné Kulturális Központ néptánc csoportjainak gyönyörű karácsonyi műsorát élvezhették az érdeklődők, majd a színpadi műsort követően táncházba invitált a Pipás zenekar. Az ünnepi műsoron jelen voltak Kovács Szilvia alpolgármester és Nagyné László Erzsébet képviselő. December 11-én a Karcagi Birkafőző Baráti Társaság Egyesület évzáró megbeszélésén Dobos László polgármester és Pánti Ildikó képviselte az önkormányzatot. December 13-án rendezték meg a Városi Sportcsarnokban a Nagykun Karate Kupát. December 13-án került sor az adventi gyertyagyújtás 3. alkalmára a Dériné Kulturális Központban. Ünnepi köszöntőt mondott Pesti Csaba baptista lelkész, majd a Tritonus Gitár Trio koncertjét Karcagváros Kamarakórusának adventi műsora követte. A városvezetést ez alkalommal Pánti Ildikó, Nagyné László Erzsébet és dr. Kanász Nagy László képviselték. December 15-16-án rendezte meg a Dériné Kulturális Központ Jégvirágok című alsó tagozatosok számára meghirdetett mesemondó versenyét az Ifjúsági Ház Csokonai könyvtárában. Köszönöm szépen a jegyző asszonynak a tájékoztatást. Tisztelt képviselőtestület, napi rend előtti kérdések feltételére van lehetőség. Jelenkezést nem látok, így javaslom, hogy térjünk rá a napirendek megtárgyalására. Első napirendi pontunk, javaslat a 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet tervezethez. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők, a 2016-os költségvetés elfogadásáig célszerű és kötelező is egy átmeneti gazdálkodásról rendelkeznünk, rendeletet alkotnunk. Az anyag ezt tartalmazza. Vitára bocsájtom a napirendet, van-e kérdés, hozzászólás véleményehez? Ha tudjuk támogatni, jelezzük. Igen. Nem. Tartózkodás. Utóbbi? Nem. 8. Igen. Egy nem ellenében elfogadásra került a javaslat. Köszönöm szépen. Második napirendi pontunk. Nem nagyon értem, képviselő urat, ezt törvény írja elő, úgyhogy ha nem így szavaznánk, akkor törvénytelenül járnánk el, csak úgy halkan jegyzem meg. Második napi rendi pontunk, javaslat a Karcagvárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló módosított 5 per 2015 önkormányzati rendelet módosítására. Szintén egy törvényi előírás, minden a második negyedévtől kezdődően kötelező minden pénzmozgásról negyedévenként számot adni. Az anyag ezt tartalmazza. Egészen pontosan a jelen módosító javaslat 261.212.000 forint bevételi és kiadási előirányzat növekedést tartalmaz a tervezetben. Vitára bocsájtom, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Ha támogatjuk, jelezzük. Igen, nem. Tartózkodás 8 igen, egy nem ellenében elfogadásra került a második napirendi pont is. Köszönöm szépen. Harmadik napirendi pontunk. Javaslat a karcagi településrendezési terv részeit képező karcagi építési szabályzat és szabályozási terv megállapításáról szóló 18 per 2001 számú rendelet módosítására. Mind az építési szabályzat, mind pedig a szabályozási terv véleményezési eljárása lezajlott. Ennek megfelelően készült el ez az anyag. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás van-e? Ha elfogadjuk, jelezzük. Igen.
nem tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Köszönöm szépen. Negyedik napirendi pontunk, javaslat a települési támogatások rendszeréről szóló 7/2015 önkormányzati rendelet módosítására. Tisztelt képviselőtestület, javaslom a lakhatási támogatás felülvizsgálat nélküli meghosszabbítását a következő év feléig, egészen pontosan 2016 március 31-ig, az első három hónap végéig. Kérdés, hozzászólás van ehhez? Támogatjuk-e? Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Ötödik napirendi pontunk, javaslat a Szolnok-Tenyőszigeti ingatlanok hasznosítására. Tisztelt jelenlévők, a terület gyommentesítését 2013 óta Földes Károly nevezetű szolnoki lakos végzi, és a gazdasági tanácsadó testületnek is az a véleménye, hogy ezt a munkálatot bízzuk rá, hiszen innen Karcagról kiállni, gyommentesíteni ezt a területet nagyon-nagyon gazdaságtalan lenne. Így javaslom, hogy 2019. december 31-ig történő haszonbérbe adása történjen meg a Tenyőszigeti földeknek Földes Károly úr részére. Van-e kérdés, hozzászólás, véleményehez? Tudjuk-e támogatni? Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Hatodik napi rendünk, javaslat a Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestületének 2016. évi munkatervére. Szintén törvényi előírás kötelez bennünket arra, hogy egy munkatervet állítsunk össze. A melléklet szerinti elfogadását javaslom, ami természetesen egy picike kis része annak, amit majd tárgyalni fogunk a következő esztendőben. Ez a váza a következő év munkájának. Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Ha nincs, szavazzunk. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Hetedik napi rendi pontunk, javaslat a Karcagvárosi Önkormányzatra vonatkozó 2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására. Úgy szintén törvényi kötelezettségünk és elemi érdekünk is, hogy ezek a vizsgálatok lefolyanak a következő esztendőben is, hiszen a hatékony eredményes gazdálkodás megköveteli a revizori munkát. Még akkor is, hogyha nem mindig szimpatikus ez, meg kell, hogy történjen, és itt szeretném is megköszönni a két belső ellenőrünknek az ezévi munkáját, tevékenységét, amivel sokat segítettek a Karcagváros önkormányzatának. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás van-e? Karcagi Nagy Zoltán képviselő kér szót. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, képviselőtársak, kedves jelenlévők, ezt a két keresem, mert nem látom, nincs itt, tisztelt televíziónézők. A Pénzügyi Fejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság minden évben megtárgyalja az ellenőrzési tervet. Szól ez a mikrofon? Lehet, hogy más mikrofon hangzáshoz vagyok szokva, elnézést kérek, de úgy tűnt, mintha nem szólna. És ebben az évben is természetesen elénk került a belső ellenőrzési, illetve ellenőrzési terve az önkormányzatunknak, és itt egy kötelességemnek kellett, hogy eleget tegyek a bizottság előtt, hiszen Elek Eszter revizorunk nyugdíjba vonul, és amikor érkeztem, akkor a kezembe adott egy levelet, és megkért, hogy olvassam fel a bizottság előtt ezt a levelet. Ez egy nagyon szép búcsú levél volt, nyugdíjba vonulása alkalmából megköszönte az együttműködést úgy az önkormányzatnak, mint a pénzügyi bizottságnak. Az is elhangzott ott a bizottsági ülésen, éppen Gyurcsek János alpolgármester úrtól, hogy természetesen Esztike nem távolodik el teljesen az önkormányzattól, hiszen testvérvárosi alapítványnak is a tagja, hogyha jól tudom, felügyelőbizottsági tagságát is megtartja ugyanúgy, tehát ezek mind elhangzottak itt ott a pénzügyi bizottsági ülésen, és én csak azt szeretném a mondandóm végére tenni, hogy Esztikének nagyon szépen megköszönjük a színvonalas munkáját, és a nyugdíjas éveihez jó erőt, jó egészséget, és minden jót kívánunk neki. Köszönöm szépen. Köszönöm a kiegészítést, egyetértünk teljesen képviselő úrral. Van-e további jelentkezés napirenden
kapcsolatban. Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom. Igen, nem, tartózkodási kül egyhangulat. Fogadtuk el, jó munkát kívánok a belső ellenőrünknek a következő esztendőre is. 8. napi rendi pontunk a következő. Beszámoló a Karcagi Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről. Tisztelt képviselőtestület, egy nagyon szép anyagot kaptunk készhez ott a testületülést megelőzően. Minden magába foglal, ami történt a hivatalon belül az elmúlt esztendőben. Van-e ehhez valakinek véleménye, kérdése, valakinek? Tisztelt jelenlévő, tisztelt képviselőtestület, annak ellenére, hogy elég sok, sőt nagyon sok személyi változás történt a hivatalon belül, ebben az esztendőben is kisebb, nagyobb döccedőkkel, de azt kell mondjam, hogy közmegelégedésre végezte munkáját a hivatal, és ezt köszönöm minden itt dolgozónak, hiszen óriási segítségünkre vannak a város vezetésében és a képviselőtestület gardírozásában, segítésében, a háttérmunkák megalkotásában. Köszönjük elvégzett munkájukat. Van-e kérdés, hozzászólás véleményehez? Tudjuk-e támogatni a beszámolót? Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. Köszönöm szépen. 9. napi rendi pontunkhoz érkeztünk. Javaslat a Városi Önkormányzat Városgondnoksága igazgatójának megbízására. Tisztelt képviselőtestület, kizárási kérdésben kell döntenünk, hiszen Molnár Pál képviselőtársunkat személyesen érinti ez az ügy, és tessenek megengedni, hogy hagyni olvassam föl a teljes törvényi szentenciát. Csak a legvégét. Aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület nem tekinti kizáróaknak Molnár Pál képviselő személyes érintettségét, és a képviselőt a döntéshozatalból nem zárja ki, úgy készfeltartással jelezze. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag támogattuk ezt, így a testület 9 igen szavazattal javasolta, hogy vegyen részt a szavazásban Molnár Pál képviselőtársunk is. Tisztelt jelenlévők, Molnár Pál látta el eddig is a Városgondnokság vezetői tisztjét, a előző mandátuma az év végével lezárul, lejár, így a törvényeknek megfelelően pályázatot kellett kiírnunk. A kiírt határidőig egy pályázat érkezett, amit beadott Molnár Pál képviselőtársunk. Személyében olyan embert ismertünk meg, aki tehetségében, végzettségében, munkabírásában, szorgalmával alkalmas arra, hogy továbbra is ellássa ezt a feladatot. Köszönjük az eddig végzett munkáját. Számtalanszor került szóba a Városgondnokság tevékenysége testületi ülésen is. Alig-alig volt olyan ülés, amikor nem került volna szóba az ő munkájuk, és a esetek 90%-ában pozitív értékelés hangzott el, tehát biztos, hogy egy nagyon összetett szervezetről van szó, nagyon sok mindenfélével foglalkoznak, de jól tették a dolgukat, jól végezték a munkájukat, és nyilvánvalóan a vezető személye ezt nagyban befolyásolja. Volt egy véleményező bizottság is természetesen, aki a pályázatot értékelte. Kérdezem a véleményező bizottság tagjait, hogy van-e hozzáfűzni valójuk. Nagyné László Erzsébet képviselőasszonynak adom meg a szót. Tisztelt polgármester úr, képviselőtestület, tisztelt jelenlévők. A pályázatot véleményező bizottság a önkormányzat döntésének megfelelően a pályázatot áttekintette, és a pályázót meghallgatta, és bár polgármester úr ebben a bizottságban nem vett részt, és gyakorlatilag felsorolta mindazt, elmondta, amit a bizottság is megállapított a szakmai életútjáról igazgató úrnak, arról, hogy a munkavégzése és a teherbírása az elmúlt időszakban látványosan megmutatkozott, nem kímélve időt, energiát, ellátja ezt az igen sokrétű feladatot. A véleményező bizottság álláspontja
egyhangulag az volt, hogy javasolja a képviselőtestületnek Molnár Pár jelenleg igazgató úr pályázatát eredményesnek nyilvánítani, és őt 2016. január 1-től 2020. december 31-ig terjedő időtartamra a Városi Önkormányzat Városgondnoksága igazgatói feladataival megbízni. Köszönöm. Köszönöm szépen a hozzászólást. Van a további jelentkezés. Amennyiben nincs, tisztelt képviselőtestület, javaslom Molnár Pál képviselőtársunk pályázatának a támogatását, és egyben az, hogy személyében továbbra is ő vezesse a Városgondnokság intézményét az elhangzott 5 éves időtartam ideje alatt. Aki tudja ezt támogatni, kérem jelezze. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Képviselő úr, gratulálok a kinevezéshez, sok erőt, kitartás, jó munkát kívánok a következő 5 esztendőben is. Megadom a szót, tessék parancsnok. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők, megköszönöm mindenkinek a támogató szavazatát, ezt nem is ebben legmerészebb álmaimban sem mertem meggondolni, hogy egyhangú támogatás lesz személyem esetében. Még egyszer köszönöm az ellenzéki képviselőnek is, hogy támogatott, de nem különben a Fidesz és a frakciótársaknak a támogatását is. Szeretném folytatni az elmúlt 8 évben megkezdett munkát, természetesen azokkal a jogszabályi változásokkal és új kihívásokkal kiegészítve, amelyeket az élet ad, amelyeket majd az élet hozni fog, polgármester úr irányítása mellett. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Még egyszer gratulálok és sok erőt kívánok a nem könnyű feladat ellátásához. 10. napirendi pontunk. Javaslat a Karcagvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évig támogatására. Ez elsősorban egy fő adminisztrátor foglalkoztatását jelenti 4 órában. Javaslok egy 1 millió forintos összegű támogatási keret megállapítását. Vitára bocsájtom, kérdés hozzászólás van-e? Tudjuk-e támogatni? Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. 11. napirendi pontunk, javaslat a Karcag Televízióval való 2016. évi megállapodásra. Köszönhetünk képviselőtestület, hölgyeim és uraim, hogy látszik, most is itt van a Karcag Városi Televízió képviselője felszerelésével egyetemben, és most is tudósít a jelen testületi ülésről, és ez így van, nem csak a testületi ülésekkel kapcsolatban, hanem minden városi, hogy a várost érintő eseménnyel kapcsolatos rendezvényről, eseményről tájékoztatást ad, ami nekünk óriási segítség, hiszen tájékoztatási kötelezettségünk is van a lakosság irányában, és itt a televízió ezt nagyon szépen közvetíti is a karcagi polgárok irányába. Munkájukat közmegelégedésre végzik. Én úgy gondolom, hogy ez a javaslat mindenképpen támogatandó, hiszen egy hosszabbításról van szó, egy szerződés, egy megalapodás hosszabbításáról van szó. Vitára bocsájtom, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Karcagi Nagy Zoltán képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt jelenlévők. A bizottságunk elé szintén ez a téma is természetesen oda került, napirendre került, és amellett, hogy a támogatási összeg változatlan marad az eddigiekhez képest, a bizottság részéről, többek részéről is elhangzott a televízió munkájának a méltatása, színvonalának az elismerése, és azzal fogadta el bizottságunk ezt a napirendi pontot, hogy Engő Ferenc főszerkesztő úrnak további jó munkát, munkatársaival együtt nagyon jó dologvégzést kívánunk, és köszönjük az eddigi munkásságokat. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Elnök úrnak a véleményét, hozzászólását, a további jelentkezés. Tisztelt képviselőtestület, valóban most csak egy meghosszabbításról, szerződés meghosszabbításról fogunk dönteni, de a következő
év költségvetésének a megalkotásánál én javasolni fogom, hogy ezt az összeget, ami itt a írott anyagban szerepel, ezt egy picit meg kellene emelni, nyilvánvalóan a teherbíró képességünknek megfelelően. Majd, amikor oda kerül a sor, akkor ezt megtárgyaljuk, megmutatjuk. Ha nincs több jelentés is, akkor én is szeretném megköszönni főszerkesztő úrnak, illetve minden munkatársának az elvégzett munkát, további sikereket kívánok. Elfogadásra javaslom ezt a napirendi pontot. Igen, nem, tartózkodás, 8 igen, egy nem ellenében elfogadásra került a javaslat. Köszönöm szépen. 12. napirendi pontunk, javaslat a 0143/2001, 0143/2002, 0143/2004, 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
Vitára bocsátom a napirendi pontot. Van egy kérdés, hozzászólás, vélemény. Javaslom az elfogadását. Igen, nem tartózkodás nélkül egyhangulat. Támogatjuk. Köszönöm szépen. 13. napirendi pontunk. Javaslat a 02.004.5 helyrendi számú ingatlan nagy adás részére történő haszonbérlet adására. Tisztelt képviselőtestület, törvény és üröm a gazdasági tanácsadó testület ülésen foglalkoztunk ezzel a témával alaposan, és a GPT-nek az volt a véleménye, hogy miután egy szervezet, mégpedig a Magyar Gyümölcs és Leveskor Szövetségnek vannak fejlesztési elképzelései a Kalszki-Nyolodombok környékén, egy 14-15 hektáros terület kivételével kerüljön továbbra is haszonbérbeadásra nagyobbás részében a korábban is által bérelt terület. Vitára bocsájtól kérdés hozzászólás van-e? Kalszki rajzolkától is szóló kér szót. Köszönöm szépen a szót. Azért kértem szót, tisztelt polgármester úr, kedves képviselőtársak, mivel hogy szeretném illusztrálni, hogy a bizottságunk milyen mélységben foglalkozik, milyen komolyan vesz napirendi pontokat, ugyanis a hétfői soros ülésünkön ez a napirendi pont hosszas megfontolások után levételre került a bizottsági ülés munkájáról a napirendek közül, úgyhogy ma a testületi ülés előtti soron kívüli bizottságülésünkön tettünk pontot az ibetűre, úgymond, mivel hogy még adatok pontosítása volt szükséges hozzá, úgyhogy az itt leírt formában bizottságunk megtárgyalta újra, és elfogadta, támogatta, és a testületek elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a kiegészítést, tisztelt képviselőtestület. Én úgy gondolom, hogy mindannyian tudjuk, mert ez már a GTT-t is elhangzott, hogy lenne egy ilyen igény egy lőtér kialakítására, és hát mi sem természetes, hogy már meglévő lődombok segítségével lehetne ezt kialakítani. A hírek szerint nagyon komoly eltételés van, hogy Krizsán Károly-Zenit Ügyemelnek a szövetség elnökének. Ettől függetlenül, miután ez a hír nem bánnak egyszerűen figyelni, ez a hír az utolsó pillanatban érkezett, azért volt kénytelen a bizottság többször is foglalkozni ezzel a témával, kevés információ a rendelkezésünkre, és ezért is nem tudtuk Nagy András urat korábban megkeresni, hiszen nagy segélyen állítottunk volna be hozzá. Most már van információnk, de mindenképpen azt javaslom a tisztelt jelenlévő képviselő hölgyeknek és uraknak, hogy egy határidőt majd szabjunk ennek a szövetségnek. Tehát nem az idők végezetéig szeretnék ezt talomban tartani, ezt a területet, ezzel elvégre a lehetőséget a gazdálkodótól, hanem a következő esztendőben majd ezzel kezdjük a történetet, hogy mondjon egy határidőt, amíg belekezdem valami komoly bizonyítékot nem tesz az asztalra, hogy ebből lesz is valami. Ha nem látjuk ennek a biztosítékát, akkor én javaslom, hogy ez felejtsük el ezt a történetet.
testi kiegészítésképpen mondanám. Nyilvánvalóan, ha ez megvalósul, amit ott elénk álltak, akkor a város számára rendkívül hasznos lenne gazdasági, turisztikai, mindenféle bevételi szempontból. Én kívánom, hogy valósuljon meg, már csak azért is, mert nagyon sokan dolgoztak ezen a történeten, de záros határidőn belül. Nem tudom, egyet tetszenek érteni, erről most nem kell szavazni, amit valamilyen módítással tetszenek jelentni. Én ezt fogom javasolni. De most nem ez a téma, hanem az, hogy ezekről a területekről döntsük, hogy azt mondjuk, hogy vagy sem. Javaslom, hogy igen. Ha egyet tetszenek érteni, akkor tessenek jelentni, hogy igen, nem tartózkodás nélkül egyhangúnak kerül elfogadásra. Köszönöm szépen. És nagy megértését kérjük a Nagy András bátyám és családtagjaitól. 14. napirendi pontunk javaslata 02.00 per 6 helyben számú ingatlan Nagy András részére kértői haszonbér adásáról szóló 137/2011 KT számú határok módosítására. A történet hasonló, csak más területről van szó. Javaslom a bérbeadását, következően 20. december 31-ig. Vitára bocsájtunk, kérdés, hozzászólás van-e? Ha tudjuk tárgyalni, jelezzük, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangúan fogadjuk el. Köszönjük szépen. 15. napirendi pontunk. Javaslatok harcát tilalmas igazgazdasági korlátor felelősségű társasággal kötendő a társaság tulajdonában lévő kutak és vízhálózat bérletéről szóló megállapodásról, valamint a 99/2014 kártyúszámú határonat és az azt módosító határatok hatályon kívül helyezéséről szóló 93/2015 kártyúszámú határonat módosítására. Gyönyörű címe van megjavaslatnak. Röviden tömören a tilalmasok élő gazdasági vízellátással történő biztosítását szolgálja az, hogyha a bérleti időt meghosszabbítjuk a következő esztendő feléig, 2016. július 30-ig. Vitára bocsájtott, kérdés hozzászólás van. Határon jelezzük, igen, nem tartózkodás nélkül egyhangúan fogadtuk el. 16. napirendi pontunk, javaslatok harcát város helyi autóbusz közlekedési közszolgáltatás 2015. évi támogatására, ahogy a korábbi években is, a következő esztendőben hasonló összeggel, mint az elmúlt évben javaslom a volán támogatását. Magyarul 9.950.000 forint önkormányzati támogatást javaslok elfogadni. Kérdés, hozzászólás van-e? Szavazunk, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangúan a került elfogadásra. 15. napirendi pontunk, javaslatok harcot verekfüggő Bucsa és Kunmadaras illetékességi területére kiterjedő központi alapellátási orvosi ügyelet folytatásáról és a működtetéshez költségvetési előírások biztosításáról szóló 520/2011 KT számú határok módosítására a központi alapellátási orvosi ügyelet ellátása érdekében az önkormányzat részéről 98.760 forint forrás biztosítása szükséges a további folytatáshoz az Emergency Service részére a következő esztendőben. Kérdés, hozzászólás van, nem? Tudjuk-e támogatni? Igen. Nem. Egyhangulat fogadtuk el. Köszönöm. 18. napirendi pontunk. Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetésben való adására a karcoli erőforrás KFT részére. Viszont képviselőtestület, hölgyeim és uraim, a két ingatlan, amiről szó van, a Dózsa György út létszám alatti úri kaszúgyalan épületen, illetve a városokban kettő szám alatti ingatlan, ahol a korábban a művelőségű volt elhelyezve. Jelenleg két ingatlan használatlan, ellenben az ingatlanokkal az erőforrás felhelyén foglalkozunk. Javaslom, hogy üzemeltetésbe kerüljön a két ingatlan a KFT részére. Kérdés, hozzászólás van-e? Akár mondhatjuk, jelezzük, igen,
nem egyhangulat került elfogadásra. Köszönöm. 19. napjelenti pontunk javaslat a kapcsolat napjelában lévő 5376 per 40 helyről számú 91 négyzetméter alaptövető nem lakás céljára szolgáló helyiség, Magyar Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete részére történő pályázaton kívüli bérbeadására. Tisztelt jelenlévő, tisztelt képviselőtestület, jelenleg az Egyesület a Kis Antal utcán helyezi el azokat a kefecet, amiben időnként kiállítják a kalandjaikat. Ez rövidesen meg is fog történni, minden tévén a sportcsarnokban kerül megrendelésre a dalakiállítás. Miután az a terület előbb-utóbb teljes megtisztítása kerül, hiszen átadjuk a BL részére, remélhetőleg valóban rövidesen felépül a új repülőkapitányság, így célszerű egy másik helységét biztosítani az Egyesület számára a pedig területén. Erről szól a történet, kérdés hozzászólás vélemény van-e. Egyetértünk elveszik, igen, nem tartózkodás nélkül egy hangulat. Fogadtuk el, köszönöm. 20. napjelenti pontunk javaslat a kapcsolat alapjában lévő terület bérbeadására vonatkozó szerződés megkötéséről szóló 317 per 2005 kártyaszámú határok módosítására egy lejárt életi szerződés meghosszabbításáról kell döntenünk. A területet biztos Mirály bérlő és szeretnénk a bérletét hosszabbítani 2017. december 31-ig. Van a kérdés, hozzászólás? Elfogadjuk-e? Igen. Nem tartózkodás nélkül egyhangulat támogatjuk. Köszönöm. 21. napirendi pontunk javaslat a Karcak Horváth Ferenc út egy szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség CEF Invest Kft. Részére történő bérbeadására. A Parmafon Patika BT képviselője kéri, hogy az általa 2015. december 31-ig bérelt helyiséget 2016. január 1-től a BT többségi tulajdonosa CEF Invest Kft. Bérelhesse vázlatokkal. Én megmondom ennek az elfogadását, vitára bocsájtom, van a kérdés. Hozzászólás. Tudjuk-e támogatni? Igen. Nem. Egyhangulat. Fogadtuk el. Köszönöm szépen. 22. napirendi pontunk javaslat a kalcagi lakványában lévő terület bérbeadására vonatkozó szerződés megkötéséről szóló 105 per 2005 KT számú határok módosítására. Szintén egy bérleti szerződés meghosszabbításáról kell döntenünk, van tenni a Hungária ZRT kérésére. Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Tudjuk-e támogatni? Igen. Nem tartózkodás nélkül egyhangulat került elfogadásra. 23. napirendi pontunk javaslat a Karcag Dózsa György út 2 szám alatti 12 négyzetméter alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség Főző Józsefné részére történő pályázaton kívüli bérbeadására. Tisztelt képviselőtestületek, fonalboltról van szó, egy kisebbbe szeretne költözni. Dózsa György ördögt ugye hány szám alól ebben a helyiségben. Javaslom, hogy támogassuk a kérését. Van-e vélemény, hozzászólás, jelentkezés? Ha tudjuk támogatni, jelezzük, igen. Nem, egyhangulat fogadtuk el, köszönöm szépen. 24. napirendi pontunk. Tól kezdődően zárt ülés keretében tárgyaljuk meg a napirendi pontokat, kettő kivételével, így aztán a törvényeknek megfelelően kérem mindazokat, akiket nem érint a valamelyik napirend, legyenek kedvesek elvenni a tárgyaló. Uraim, az zárt ülés megtárgyalásának a végére értünk, a testület nyilvános ülés keretében folytatja a munkáját. 28. napirendi pontunk, javaslat a Karcagváros víz közműveinek 2016-2030 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervére. Javaslom a terv elfogadását. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, szavazzunk, igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulat támogatjuk. Köszönöm szépen. És az utolsó napirendi pontunkhoz érkeztünk, a 29-eshez, javaslat az államháztartás körében nem tartozó szervezetek pénzügyi támogatására.
kicsit megfoghatatlan a cím. A történet a következő, 2 millió forint állt rendelkezésére az önkormányzatnak arra, hogy egyesületeket tudjon támogatni pályázaton keresztül. A pályázatkiírása megtörtént, az anyaggal ellentétben 29 érvényes pályázat érkezett, és sikerült úgy elosztani ezt a 2 millió forintot, hogy szerintem minden egyesület meg lesz elégedve. Egy bizottság dolgozott ezen, kérdezem a bizottság tagjai a véleményükről. Pánti Ildikó képviselőasszonynak adom meg a szót. Tisztelt polgármester úr, aljegyzőasszony, kedves képviselőtársa, kedves jelenlévő. Köszönjük polgármester úrnak, a képviselőtestületünknek és a hivatalnak, hogy újra életre hívta ezt a pályázatot az előző évekhez hasonlóan, és annak is örülhetünk, hogy valamennyi szervezet pályázhatott, aki elolvasta a pályázatot és határidőre beadta. És mindegy 29 szervezet, ahogy ezt polgármester úr is említette, és örömmel mondhatjuk, hogy vannak olyanok is, akik először pályáztak és eredménnyel pályáztak. És azt hiszem, nem kell azt mondani, hogy mit jelent egy-egy szervezetnek az anyagi támogatás. Ilyenkor évvégén különösen nagyon jó. És nekünk is, hogy ezek a szervezetek élnek, léteznek. Az emberi kapcsolódási pontokat megtalálják. Többnyire a pályázók előadások megtartására, illetve kulturális programok, kirándulások szervezésére kérték a pályázatot, és öröm elmondani azt, hogy ezt sikerült úgy elosztani, hogy valamennyi pályázó részesüljön annak arányában, ami anyagi lehetőségünk adódott. Másrészt pedig az is nagyon érdekes, ugye, hogy van, aki szerényebben, van, aki esetleg egy kicsit nagyobb affinitással, de lényeg az, hogy ennek arányában meg oly sok minden, amit a bizottság és természetesen a pénzügyi bizottság, tehát bizottsági szinten is jóvá hagyott. Én bízom benne, hogy ez a szervezeteknek nagyon kellemes, szép karácsonyi ajándék lesz. És ezt köszönöm a bizottságom részéről is, és örülünk annak, hogy ez elér akkor hozzájuk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen képviselőasszonynak a hozzászólását, minden gondolatával egyetértek, és azt hiszem, hogy mindannyian így vagyunk ebben, hiszen jó adni, és ha van lehetőség, akkor miért ne használjuk ki. Biztos vagyok abban, hogy jó helyre kerülnek ezek a kisebb-nagyobb összegek, így évvéget állítják. Köszönöm, van-e további jelentkezés? Én úgy gondolom, hogy nem külön-külön kellene szavazunk minden egyes támogatásról, hanem egybefüggően egy döntéssel döntsünk arról, hogy megkapják ezt az összeget. Ha mellékletben szereplő támogatási összegeket egyszerűen tudni támogatni, akkor tessenek jelezni, hogy igen, nem, tartózkodásért egyhangban a terült elfogadása. Köszönöm szépen! Tisztelt képviselőtestület! A napirendi pontok megtárgyalásának a végére értünk, és végül még szeretném megkérni a jelző asszonyt, hogy a év hátralévő programjairól adjon számunkra tájékoztatást. December 18-án tartják a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolai Tagintézmények karácsonyi hangversenyét a Déréné Kulturális Központban. December 17-e és 20-a között galambkiállítás látható a Galambtenyésztő Egyesület szervezésében a Városi Sportcsarnokban. December 19-én disznóvágás és pálinka verseny lesz a Nagykun Látogatóközpont udvarán és a Déréné Kulturális Központban. A gyerekeket kézműves játszóházba, a felnőtteket délután a 3+2 együttes koncertjére várják.
A Dózsa-György úton kézműves termékek és élelmiszerek vásárlására nyílik lehetőség. December 20-án kerül sor az utolsó adventi gyertya meggyújtására a katolikus templomban, ahol a karcagi szimfonikus zenekar koncertjét hallhatják az érdeklődők. Ünnepi köszöntőt mond dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő. December 21-én az Öt legenda című filmet láthatják a gyerekek a Dériné Kulturális Központban. December 29-én délelőtt sakversenyt rendeznek az ifjúsági házban. 2016. január 8-án kerül sor a Karcagi Szimfonikus Zenekar újévi koncertjére a Dériné Kulturális Központban. Január 10-én a Református Templomban és a II. Világháború karcagi áldozatainak emléket állító Kumpéjétánál emlékezünk a Doni katasztrófa áldozataira. Január 22-én a Magyar Kultúra Napját ünnepeljük. Január 30-án rendezik meg a Szent Annai Sámuel Gimnázium, szakközépiskola és kollégium végzős tanulóinak szalagavató ünnepségét. Köszönöm szépen, hogy ez az önnek a tájékoztatását, a hírverését. Tisztelt képviselő testület, bejelentem, hogy munkatár szerint legközelebb a következő esztendőben 2016. január 28-án csütörtökön 15 órai kezdettel ülésedik a képviselő testület. Kérdezem, hogy van-e valakinek erre az ülésre napi rendi ponti javaslata. A munkatervre, amit elfogadtunk, azon már van jó néhány, és biztos lesz még azon kívül is egy pár darab. Ha nincs, akkor nagyon köszönöm a képviselő testület minden tagjának az egész évi munkáját, hozzáállását, ténykedését. Ugyanígy megköszönöm a hivatal minden dolgozójának a segítségét, támogatását. Köszönöm a mai megjelenést is, köszönöm meghívott vendégeinknek, hogy elfáradtak, köszönöm a kedves televízió nézőknek a figyelmet. A mai testület ülést bezárom, áldott karácsonyt, boldog új esztendőt kívánva mindenkinek.